First of all, I really would like to congratulate. It's not the first time that we have not nice moment here. Nagyon szeretném megtudni, mert nem az első alkalom, hogy nagyon kellemetlen pillanatokat éltünk át itt érte. They make us to play in the really hard until the last minute of the match. Az utolsó pillanatig a mérkőzésnek küzdelem készített bennünket azért. But also I think we have to congratulate and to say that Gio was today the best team, even when we didn't play our best. De gratulálunk el a saját csapatunknak is, azt kell, hogy mondjam, hogy a mai mérkőzés a jobb csapat nyerte, meg még akkor is, hogyha nem játszottunk a legjobb formánkban. Little by little, when the time was running, I think the team came up and show that we are also in a good moment right now. Ahogy teltek a percek a mérkőzésen, úgy be tudta bizonyítani a csapatom, hogy mi is egy jó formában vagyunk és kontrollálni tudtuk a mérkőzést. It was not an easy beginning, we knew this, but after in the first half at the end I think we got a good distance in the score. Nem tudtuk, hogy nem számítottunk egy könnyű meccs kezdésre, ez be is bizonyosodott. Aztán az első félidő végére egy viszonylag megnyitató előnyt sikerült kialakítanunk. In the second half was very important. I think that the option we got to kill definitely the match. I think the goalkeeper was really good and kept them in the match until the last moment. A második félidő elején volt lehetőségünk úgymond lezárni a mérkőzést, de azért remek kapus teljesítménnyel vissza tudta hozni ezt a lehetőségünket, és visszajöttek így a meccsbe. And after that was a really delicate moment where they were really close in the score. És ott volt egy nagyon nem csak hogy visszajött, nagyon közel ért hozzánk a but the team, the player show one more time that in this moment they don't get nervous, they know what they have to do and they do it, and after was at the end was just the 5 minutes was calm, the last 3 minutes was calm. De ezek után a csapat megmutatta, hogy nehéz helyzetben is nyugodtak tudnak maradni, és újra kialakították a megfelelő különbséget, és azt mondhatom, hogy a végére, hát az utolsó 3 perc, akkor az már nyugodtak tudtam nézni. I wish the best for the next games, and also we have to recover really well from this match, because on Sunday we have also a really important match. A legjobbat kívánom the Champions League. Az érnek a and we don't have so many players, but the players who are here with sickness and virus and blah blah, we are still alive and we fight until the last moment. Nekünk most nagyon fontos, hogy megfelelően fertőződjünk, hiszen a hétvégén vasárnap már egy újabb mérkőzés a Bajnok Ligájában vár ránk, nem vagyunk túl sokan, de a ma is bizonyították a játékosok, hogy készen állnak, küzdenek és harcolnak a sikerekért. Nagyon jó volt, nem. Hogy csak hogy nyertünk, de nem olyan jól játszottunk. I think that we didn't play our best. Nem a legjobb formánkban játszottunk. But it was a very competitive match. I think it's better to have this kind of level matches than the one we win really easily. Egy nagyon harcos mérkőzés volt, én azt gondolom, hogy sokkal értékesebb egy ilyen mérkőzés lejátszani és természetesen nyerni, mint ahogy csak egy könnyed győzelmet aratnánk. I'm really satisfied how we behaved during the match. Én elégedett vagyok azzal, hogy a csapat a mérkőzésen teljesített a nehéz helyzetekben. And how we support each other, how we looked into each other's eyes and say like, come on, no problem, next one you'll do it. Ahogy a nehéz helyzetekben segítettük egymást és azt mondtuk egymás szemében, amikor néztünk, hogy gyerünk, nem baj, ha hibáztál, majd a következőnél jó lesz. So in the end we had a really good moments. I think we could beat them just in the end, physically and mentally, so that's why I think we succeed. Voltak nagyon jó pillanataink, de azt gondolom, hogy fizikailag is és mentálisan is fölé tudtunk kerekedni, és ez volt a legvégén, de csak ez volt a győzelem kulcsa, hogy a végén sikerült nekünk ezt jobban kijönni. Persze, én szeretnék is gratulálni az ellenfélnek, és sok sikert kívánni nekik. Jó. Nekünk is most fel kell töltődni, mert mi is játszunk vasárnap, nem a Bajnokok Ligában, de a bajnokin. És ezért ez egy nagyon fontos cél nekünk, jó, mindenkinek a saját célja a legfontosabb. A mérkőzéssel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy hogyha levettük volna azokat a ki nem kényszerített hibákat, amit akkor egy nagyon-nagyon szoros, akkor egy igazi mérkőzés lehetett volna. Sajnos én azt hiszem, hogy túl sok ilyen hibát elkövettünk, amitől szerintem
Az én véleményem szerint a mi csapatunk is. A mi csapatunk elfogyott mentálisan. Tehát ez volt a fő ok a saját hibáinkból. Építettük le magunkat, ha ezt így lehet mondani. Tudom, hogy ettől függetlenül, meg azért érződött a nem teljes összeszokottság, ugye? Bár azt is hozzátenném, hogy azért a hibáknak egy része az fegyelmezetlenség volt, tehát ez egy összetett dolog. De nem akarok elégedetlenkedni, mert a lányok nagyon jól küzdöttek, harcoltak, egy pillanatra nem adtuk föl, pedig hát ahogy mondta az ellenfél, mintek az ellenfél képviselői, a második fél időben lett volna arra esély, hogy megtörjék a csapatunkat, de ez nem történt meg. Pedig az első fél időt, ugye ott is nagyon, tehát hogy több olyan pillanat volt, fizikailag elfogytunk abban, hogy állandóan vissza kell jönni. Hát ez ilyen. Minden esetre én azt gondolom, hogy ez egy klassz meccs volt, nagyon sokan voltak, jó hangulat volt, biztos, hogy tudunk belőle építkezni, és még egyszer nagyon fontos, hogy vasárnap újra játszunk itthon egy fontos mérkőzést, és a helyén kell kezelni a dolgokat, úgyhogy most egy kicsit pihenünk, aztán majd elkezdünk a vasárnapi meccsre felkészülni. I say congratulations for this game. What can I say? We know that who is Győr, that they are the best team in the world. But I think that we start good this game. We try to be good. Először is gratulálni szeretném természetesen a Győr csapatának. Mit is tudna mondani a Győrről, mivel ezt mindenki tudja, hogy a világ legjobb csapata, vagy nem egyik legjobb csapata. És Yeah, we start good, but after we start be a little nervous, I don't know why. Nagyon jól kezdtünk, utána valamiért kicsit idegesek, izgultunk talán, nem tudja pontosan mi volt az oka. And we have a lot of stupid mistakes. Sok kényszerített hibát, buta hibát vettek. But I cannot say that we don't fight, we really try. De azt nem tudja mondani, hogy nem küzdöttek, nagyon próbálkoztak végig. But for sure we must work much more. Ami biztos az, hogy továbbra is sokat kell még dolgoznunk. And every day go step by step and be much better. Lépésről lépésre haladni minden nap, és egyre jobbak lenni.